Sziasztok, Oli vagyok, és hát ez egy újabb videó lenne a Forge of Empires nevű játékról kezdőknek, és hát a mai téma az lenne, hogy hogyan is kéne kinézni egy vaskorszakbeli falunak. Legalábbis az én véleményem szerint, aztán mindenki eldöntheti, hogy ez érdekes, érdemes volt-e vagy nem. Első és nagyon legfontosabb, jó, mindegy, van másik ökantam magyar szerveren, nyilván, hogyha valaki ott rám keres, akkor ott is meg lehet találni. A lényeg az az, hogy ez itt egy ilyen kis alibi ökantam, hogy angol nyelvi videókat is tudjak csinálni, majd azért csinálgatok itt valami kis plusz ökantot itt az angol szerveren. Ez egy ilyen 8-9 napos állapot, és hát azt hiszem itt az idő, hogy megcsináljam ezt a videót, hogy hogyan is kéne kinézni egy vaskorszakbeli accountnak. Hát úgy, hogy kinéztem ugye a 4 órás házat ugye a vaskorszakból, és leépítettem belőle egy rakatot. Ahhoz, hogy én ezt meg tudjam tenni, még a bronzkorszakból eléggé eldobtam az agyam annyi zöldségest, vagy micsodát építettem le azért, hogy legyen rá nyersanyag, mert ez a 4 órás épület azért nem olcsó. Ugyanígy, majd itt is elkezdtem eldobni az agyam, mert már 5. kecskegazdaságot építem. Ez azért, mindez azért kell, hogy legyen meg a háttér, legyen elég pénz, legyen elég nyersanyag, vagy alapanyag, hogy hívja a magyar szerveren. A lényeg, hogy nagyon pozitívba kell kijönni, hogy addigra, amikor megjön a következő kor, akkor legyen egy rakat alapanyaga az embernek, hogy le tudja építeni a következő házat. Tehát ez egy borzasztó fontos, nem tudom kihangsúlyozni, hogy mindig legyen meg a háttér. És akkor nézzük meg a többit, tehát azt jelenti, hogy mindenből a legmodernebbet kell leépíteni, nem szabad leragadni a régi kis házaknál, cserélni kell, ahogy lehet. Jó, és akkor nézzük meg, hogy mit kell építeni még. Tehát nyilván, hogyha valaki katonáskodik, akkor valamennyi katonaságot is építenie kell, de alapvetően ugye árus épületeket kell építeni. Mint egy korábbi videómban is említettem, mindig hagyjunk meg a korábbi korszakban, tehát most itt a bronzkorszakból is maradt egy-egy bónuszos épület. Egyszer nagyon sokáig kellenek még a bronzkorszakos alapanyagok, vagy mi termékek, vagy hogy hívják magyarul, mindig a goods jut eszembe, bocsánat. A lényeg az, hogy mindig hagyjunk egyet-egyet, mert nagyon sokáig kell majd, és így szép lassan termelgetni kell. Tehát ugyanúgy majd, hogyha következő korba lépünk, akkor nem csak ezt, hanem még a második korszakos termékekből is érdemes meghagyni egy-egy termelőt. És akkor most nézzük meg a vaskorszakos területeket, látjuk, hogy két-két árutermelő épület van itt a térképen, tehát azt jelenti, hogy leépítettem két posztógyártót, meg két ilyen ékszergyártót. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy minél több árutermelő épületünk legyen. Nyilván, ha valaki katonáskodik, akkor valamit fel kell áldozni. Én nem mondom, de semmiképpen nem a házat, meg semmiképpen nem az alapanyagos épületet, mert hogy gyakorlatilag, ha az nincs, akkor nem tud az ember építeni semmit. Főleg nem a következő korban, amikor sokkal drágább lesznek a dolgok. Tehát gyűjteni kell, és készülni kell a következő korra. Jó, még egy dolgot szeretnék elmondani. Itt látjuk, hogy mocskos szemét módon leépítettem egy amfiteátrumot. Hát az a helyzet, hogy én a magyar szerveren egyetlen egy épületet építettem gyémántból, és az az amfiteátrum volt, mert hogy itt a vaskorszakban nincs egy értelmes kulturális pontot adó épület, ezért beáldoztam ott is, meg itt is, körülbelül ad annyit a gép, hogy ezt meg tudja az ember tenni, ha nem kötötte már el másra. Alapvetően én nem szoktam költeni gyémántot, tehát
általában nálam csak gyűlik, ha csak valahol meg nem szorulok valamelyik tárgyalásnál, akkor nem is szoktam egyáltalán költeni. Na most az az amfiteátrum most szükséges, de későbbiekben ugye lesz majd a régiségkereskedő, és ugye az azt jelenti, hogy ott lehet tök jó boldogságot adó épületeket venni. Főleg azért mondom ezt, mert hogy azok fejleszthetőek a korral, ez az amfiteátrum meg mindig vas korszakos lesz. Tehát azt jelenti, hogy itt a régiség kereskedőnél lehet lesz majd ilyen épületet venni, hogy őszító, vagy légbalon, vagy mit tudom én. Tehát vannak ilyen kiválóságos boldogságot adó épületek is, és ezek tényleg jó használhatóak, sokkal jobbak, mint amit az ember ki tud fejleszteni és meg tud venni normális állapotba, és utána már azokat kell használni. Gyakorlatilag a normális kifejleszthető boldogságos adó épületeket nem is érdemes leépíteni, ha csak nem a játék kéri valamilyen szempontból. Jó, azt hiszem ennyit szerettem volna ebbe a videóba belerakni. Lényegében építsük ki a háttérgazdaságot, legjobb ház, legjobb alapanyagos épület, és utána ami tetszik, azt a maradék helyekre be kell tenni. Én áru cuccokat szoktam betenni, hát mindenki eldönti magának. Úgyhogy ennyi a videó, remélem érthető volt, élvezhető volt, és mindenkinek jó játékot.